Az elmúlt hónapokban már havi átlagban mintegy 200 baba volt a kórházi osztályokon úgy, hogy a rokonaik nem keresték őket. Ma Magyarországon több mint 1000 alkalmassági határozattal rendelkező szülő szeretne 0 és 3 éves kor közötti picit adoptálni. Ezek országos adatok. Zalában a számok ehhez képest alacsonyabbak. 2022-ben 5, 23-ban 4 és 24-ben eddig 2 gyermeket adtunk úgy örökbe, akiket a szülő a kórházból már nem vitt haza. Viszont az ő esetükben ugye minden esetben lemondó nyilatkozat volt. Tehát a szülő előre jelezte, hogy nem tudja a gyermeket vállalni, és ezért ugye hozzájárul az örökbefogadásához. Az idén még nem, de tavaly és tavaly előtti években egy-egy inkubátoros babánk is volt. A többiek ugye mind lemondóval voltak. A törvény módosítás lehetővé teszi, hogy a gyermek közvetlenül az új családjába, ne pedig nevelőszülőkhöz vagy az állami intézménybe kerüljön. Az újszülött nem lesz örökbe adható, ha 6 héten belül az anya, apa vagy hozzátartozó hazaviszi, vagy írásban jelzi szándékát. Ez nem vonatkozik azokra a kicsikre, akik betegségük miatt maradnak hosszabb időre a kórházban. Az, hogy ez a könnyítés mit fog hozni, tehát hogy a szülőnek nem kell ezt a hivatalos utat végigjárni, hogy bemenjen egy hatósághoz lemondani, hanem tulajdonképpen ezzel a magatartásával, hogy elmegy a kórházból, már megteszi ezt a lemondást, ezt ugye most még nem tudjuk megmondani, hogy ez milyen számokat fog eredményezni, jövőre majd meglátjuk, hogy mi lesz, de én azt gondolom, hogy ez az 5-10 körüli szám lehet a reális Szalavár megyében. A gyámhivatal az örökbefogadás lezárásában vesz részt, míg a leendő szülők felkészítését a szakszolgálat végzi. Az eljárás középpontjában mindig a gyermek áll.